nem teljes áron mentünk be soha a strandra, én ezt közöttem a Krisztiánnal is, hogy 1000 forintos áron engedtek be minket mindig. Az első kérdés nyilván az volt, hogy ebből a profitja, mi ebből a haszna ebből a strandkézi labdából, mert ha ő ebben nem lát profitot, akkor ő majd megrendezi neki, 34 embere van rá, hogy rendezze ezt a sportágat. Lengyel Sándor 13 évig szervezte meg a szekszárdi strandon a strandkézilabda kupát, mostanáig. Nem tudott megegyezni Malomsoki Krisztiánnal, a sportközpont új igazgatójával a sportrendezvény szekszárdi lebonyolításáról. Sőt, a sportigazgató személyesen sem akart vele tárgyalni a rendezvény megvalósításáról és annak feltételeiről. Ez miatt nem Szekszárdon, hanem Pakson rendezik meg a versenyt július közepén. Több sportegyesület sem tudott megegyezni Malomsoki Krisztiánnal a működésükről, rendezvényeikről. Ezt állítja Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke, aki szerint ez is a sportközpont vezetőjének alkalmatlanságát bizonyítja. Azok a sportklubok, akiket megkerestem, egyöntetően azt állítják, hogy a jelenlegi igazgató nem áll a helyzet magaslatán, és akkor még finoman fogalmaztam. Tradicionális dolgokat szakít meg. Kitérhetnék itt például az évtizedes múltra visszatekintő strand röplabda, illetve strand kézilabda sorsára. Malomsoki Krisztián, a sportközpont igazgatója, bár jelen volt a városvédők sajtótájékoztatóján, nem kívánt nyilatkozni, annyit elmondott, az irodája nyitva áll a sportklubok előtt, és megrendezni ezeket a versenyeket, ha a feltételek biztosítva lennének. A sportközpont később e-mailt is küldött szerkesztőségünknek, melyben jelezték, hogy közleményt fognak kiadni az üggyel kapcsolatban.